Önfeledten játszanak az ugrálóvárban a hodászi gyerekek. A közel 1700 négyzetméteres hodászi Eszterlánc óvoda udvarán azonban hamarosan egy bölcsőre áll majd. A különálló 500 négyzetméteres háromszobás épület fontos mérföldkő lesz a nagyközség életében. A kert növényállományának telepítésekor figyelembe veszik a helyben is őshonos fajták telepítését, amelyek képesek a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait mérsékelni. Ezáltal pedig már fiatal korban környezettudatosságra nevelik a gyerekeket. A bölcsőde a legkorszerűbb anyagok felhasználásával épül majd meg, az energiahatékonysági szempontok figyelembevételével. Ez mindenféle uniós feltételnek meg fog felelni, tehát itt 6 hónapos kortól 3 éves korig tudjuk fogadni a gyerekeket. Örömmel tudom azt elmondani, hogy 34 férőhelyes lesz a bölcsőde, de 30-on felüli a feliratkozóknak a száma, akik hozni szeretnék, és ezeknek nagy része olyan szülő, aki pont olyan meggondolásból akarja hozni a gyerekét, hogy munkába szeretne állni. Tehát ez a bölcsőde azon kívül, hogy már egész pici kortól szakembereknek a kezében lennének a gyerekek, és úgy a fejlesztő pedagógusok vagy a mozgásterapeuták ki tudják szűrni azokat a dolgokat, amit esetleg már csak az óvodába vennénk észre. Ha a tervek szerint ráadásul egyéb támogatást is kapnak azok a szülők, akik ide járatják majd a gyermeküket. Hétvégére is elegendő, a gyerek ellátásához szükséges eszközöket, például pelenkát vagy tápszert vihetnek haza az intézményből. Az önkormányzat ezzel is próbálja támogatni a családokat. A bölcsőde azt jelenti, hogy a gyermeket vállaló szülők szeretnék magukat tehermentesíteni, és állami gondoskodásban a bölcsődei szolgáltást igénybe veszi. Ez bármennyire furcsa, ez foglalkoztatáspolitikai eszköz is egyben, hiszen engedi, hogy a szülők munkát vállalhassanak, és nem a nagyszülők korosztályokra kell bízni, nem csak arra, hiszen a családi felügyelet is nagyon fontos, de intézményhálózatot bővítünk. Itt hodász ennek különleges alkalma, hiszen hodász benne van abban 300 településes mintába, amit a Máltai Szeretet szolgál, menedzsel országszerte, és itt a gyermekekről, gondoskodásról, a gyermekek szolgáltatásáról, illetve a közösségi szolgáltatásokról is egy különleges szemüvegen keresztül nézünk, egyfajta plusz forrásként tekintünk a máltai programra. Az új bölcsőde ráadásul munkahelyeket is teremt, segíti a szülőket abban, hogy minél hamarabb visszatérhessenek a munkaerőpiacra, és megteremtsék a munka és magánélet közötti egyensúlyt. A bölcsőde épülete európai uniós és hazai forrásból, közel 570 millió forintból épül meg, a tervek szerint 2024 év végére.